növekedett a hazai termékek fogyasztása, egy hónapja indult a Vedd a hazait, védd a hazait kampány. Hiánypótló fejlesztés. Új épületben fogadja a gondozottakat a Békés Csabai Védőnői Szolgálat. Jubileumi gálaest, évadnyitóra készül a Szarvasi Vízi Színház. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A nagymúltú Gyula Hús Kft. A legelsők között csatlakozott a Vedd a hazait, védd a hazait országos kampányhoz. A program célja a kiváló minőségű magyar termékek minél szélesebb körű népszerűsítése. Budai Gyula miniszteri biztos szerdán üzemlátogatáson vett részt, ahol a Hungarikum gyulai kolbász gyártásának folyamatába is bepillantást nyert. A keverőbe egyszerre 200 kg kiváló minőségű darabolt sertéshús kerül be. Ezután jön a darálás, a fűszerezés és a keverés. A gyulai kolbász elkészítéséhez a cég szakemberei hagyományos fűszereket használnak. Paprika, fokhagyma, kömény mag, só és bors. Csupán ezek hozzáadásával készül el a friss kolbászhús, amit másodpercek alatt be is töltenek. A páros gyulai kolbász útja ezzel még nem ér véget. Hatalmas kamrákba helyezik el, ahol hagyományos bükkfás füstölést kap, ami még intenzívebbé teszi az ízt. Felületre jutva tartósító hatást fejtenek ki, illetve a szárítást is elindítjuk ezen folyamatban. A Hungarikum tehát modern technológiával gyorsan elkészül, de mégis a régi, klasszikus kolbász ízt rejti magában. Budai Gyula miniszteri biztos szerint a koronavírus járvány vége után a vásárlók értékrendje jelentősen megváltozik majd, és a hazai termékek irányába fordulnak. A magyar vásárlóknak kb. 80%-a a magyar, a hazai termékek, a jó minőségű termékek iránt nőtt meg, és az még inkább, hogy így mondjam, sarkalja őket, hogyha attól veszi meg, aki megtermelte azt a terméket. A miniszteri biztos stratégiai partnerként tekint a 175 éves múltra visszatekintő Gyula Hús Kft.-re, amely első között csatlakozott a Vedd a hazait, védd a hazait kampányhoz. Számos pozitív visszajelzést kaptunk a fogyasztók részéről, hogy milyen fontos ez a magyar termelők, magyar feldolgozók részére. A társaságunknál jelenleg 320 fő dolgozik, és körülbelül ugyanennyi családnak a megélhetését is biztosítja a Gyula Hús Kft. Ez itt is fontos, hogy a magyar munkahelyek erősödjenek és a jövőben is megmaradjanak. A cég 5700 tonna füstölt, főt, száraz és különleges gurmé terméket állít elő éves szinten, aminek a legnagyobb részét belföldön értékesíti. Nagyon fontos az egészségünk megőrzése szempontjából is, hogy jó minőségű és biztonságos körülmények között készített élelmiszereket együnk, fogyasszunk. Másrészt pedig ezzel a magyar gazdaságot, a magyar élelmiszeripart támogatjuk, azokat az embereket támogatjuk, azokat az ezreket, akik szakemberként a magyar élelmiszeriparban dolgoznak. Az egy hónapja elindított Vedd a hazait, védd a hazait kampány stratégiai partnereit. Ezekben a hetekben látogatja végig a miniszteri biztos. Budai Gyula szerint komoly hazai gazdasági, élelmiszeripar és turizmus élénkítő hatása is lesz a programnak. Több ütemben folyamatosan fejlesztik idén a Csaba Parkot, amely több feladatot tölt majd be a megyeszékhelyen a jövőben, fogalmazott Békés Csaba alpolgármestere. Hanó Miklós kiemelte, azt szeretnék, hogy a lakosság pihenőparkként és gasztronómiai lehetőségként tekintsen a fejlesztésekre, de az is cél, hogy egy turisztikai desztinációt hozzanak létre. A Csaba Parkot úgy alakították ki, hogy több szempontból is szolgálja a lakosság javát, fogalmazott Békés Csaba alpolgármestere. Hanó Miklós ismertette, hogy a hosszú távú cél az, hogy a terület alkalmas legyen a nagyszabású gasztronómiai rendezvény, a Csabai Kolbászfesztivál helyszínének. Továbbá arról is beszélt, hogy pihenőparkként is szeretnék hasznosítani a területet, éppen ezért 3,2 km hosszú futófolyosót alakítottak ki, egyedi játszóteret létesítettek, és a jövőben egy tószínpadot is kialakítanak majd a parkban.
a lakosságnak egy úgynevezett rekreációs, ilyen pihenőparkként működjön, tehát minél többen ki tudjanak ide menni gyerekekkel, felnőttek is, vagy akik pihenni akarnak, vagy valamilyen szinten sportolni, azoknak is lehetőséget biztosítsunk. A Csaba Park játszótere gyermeknap alkalmából nyitotta meg kapuit, és sok szülő gyermek érkezett, hogy kipróbálja az újdonságokat, fogalmazott Békés Csaba környezetvédelmi és turisztikai ügyekért felelős tanácsnoka. Opauszki Zoltán a 7.tv aktuális című műsorában elmondta, a Csaba Park folyamatosan fejlődik, és az aktív turisztikai beruházások is hamarosan elkezdődhetnek. A tónak a partján elindult a munka, megkezdődött a tószínpadnak az építése, tehát itt nagyon sok minden van még előttünk, de ahogy említetted, a játszótér a Körtasori oldalon elkészült, de itt is el kell, hogy mondjam, hogy még újabb játszótér fejlesztések következnek a következő időszakban, mind a Körtasori oldalon, mind az Óriások konyhája területén, ami a Csaba Park vendéglő szomszédságában található. A tanácsnok hozzátette, a dombon készül egy műanyag burkolatú sípálya, egy hófánkpálya és kilátó is épül, ahonnan 350 méter hosszúságú drótkötélpálya indul majd. Továbbá egy kenopi pálya létesítése is a tervek között szerepel. A békéscsabai önkormányzatnak fontos célkitűzése volt egy önálló védőnői centrum létrehozása. A terület és településfejlesztési operatív program lehetőséget biztosított a városnak arra, hogy pályázatot nyújtson be a Dedinszky utcai önkormányzati épület átalakítására és bővítésére. Az ingatlan 150 millió forintból újult meg. Tavaly márciusban még így nézett ki az az épület, amelyben ma a védőnők a mindennapi munkájukat végzik. A korábbi védőnői centrum nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A két tanácsadásra használt helység folyamatosan foglalt volt. A létesítmény nem volt alkalmas közösségi programok megtartására, nem volt babakocsi tároló, és a szolgálati kerékpárokat sem lehetett megfelelő helyen tárolni. Igen. Ez a békéscsabai édesanya éppen tanácsadásra érkezett egy éves kislányával, aki ügyesen viseli a státuszvizsgálatot. Pekár név Raukó Marian is elégedett az új épülettel. Én teljes mértékben, nagyobb, ugye kényelmesebben el lehet férni, nagyon jók így ezek a termek, világosabb. Úgyhogy én teljes mértékben jobban tetszik, mint a másik. A területi védőnök március 16-án vehették használatba a megújult ingatlant. Szenti Zoltánné vezető védőnő elmondta, hogy az átalakított, kibővített ingatlan 455 négyzetméteren helyezkedik el. Itt minden, ami az előírásnak megfelel, megtalálható van. Három különálló tanácsadó helyiségünk, multifunkcionális szobánk, megfelelő váró és kiszolgáló helyisége, babakocsi tároló, korszerűen felszerelt mosdók, és van egy vizsgáló helyiségünk, ami azt a célt szolgálja, hogyha bekerül a tevékenységeink körébe, hogy végeznünk kell a nőgyógyászati kenetvétel, a ményakrák szűrést, akkor azt is el tudjuk végezni. A vezető védőnő külön kiemelte a babamama szobát, ami hiánypótló Békés Csabán. Itt a kismamáknak lehetőségük van a városból betérve csecsemőjüket kényelmesen tisztába tenni vagy megetetni. Az épület komplexum kivitelezésénél az energetikai szempontok is fontosak voltak. Erről már a Békés Csabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője beszélt. Természetesen az épület a korszerű energetikai követelményeknek is megfelel, hiszen a nyílászárók beépítésénél, a hőszigetelésnél, a tetőfödém szigetelésnél ezekre mind-mind tekintettel voltunk, illetve az udvar is teljes körűen felújításra került, ez térkőburkolatok lerakását jelentette, a védőnőknek egy kerékpártárolót alakítottunk ki, illetve akadálymentes parkoló is helyet kapott az épület a telken belül. Az új védőnői centrum ünnepélyes átadását a koronavírus járvány miatt elhalasztották. Dr. Sódor Anita hozzátette, az átadót a tervek szerint augusztusban pótolják be.
21. alkalommal ad otthont Gyula a Délalföld egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvényének, az évről évre több tízezer látogatót vonzó Gyulai Pálinka Fesztiválnak. A programhoz kapcsolódó verseny részeként szerdán kerültek a zsűri elé a benevezett pállatok. Nehéz a bírák élete. 26 fő zsűri dönt a Brillante 2020 bérfőzetők és magánfőzők nemzetközi párlatversenyére benevezett italok sorsáról. A bírálók minden esetben párban ülnek egy-egy asztalnál. Önállóan bírálnak, és hogyha ha messze vannak egymástól, ha nagy a különbség, akkor nem fogadja el, tehát nincs konszenzus kettőjük között, akkor megy még egy asztalhoz. Ha van konszenzus, akkor oké, annak a pálinkának az ő szempontjukból megvan az eredménye. A párlatok közül azokat, amelyek aranyérmes minősítést kaptak, a bírálók tovább kóstolják, hogy kategóriánként megtalálják a nagydíjas italokat. A 838 benevezett párlat kóstoltatása és zsűrizése már logisztikailag sem kis feladat. Nekünk arra kell odafigyelni, hogy a minták megfelelően elő legyenek készítve, megfelelően név nélkül sorszámmal jöjjenek be, hogy a zsűri semmiképpen ne tudja még véletlenül se beazonosítani, hogy kiküldte be azt a mintát, tehát az anonimitását a mintáknak tudjuk biztosítani ahhoz, hogy részrehajlásmentesen lehessen bírálni. A koronavírus járvány és a pandémiás korlátozások miatt sokáig kétséges volt, hogy rendeznek-e fesztiválokat az idei évben. Az áprilisi Gyulai Pálinka Fesztivált és kísérő rendezvényeit szeptember 17-e és 19-e között tartják meg. Mondhatom azt, hogy az áprilisban ugye a vírus miatt elhalasztott fesztivál szeptember 17-18 meg lesz tartva a jelenlegi állapotok szerint, és minden esemény, ami előre be volt harangozva, minden esemény meg lesz tartva, és bízom benne, hogy mind a szakma, mind a turisták elégedetten fognak bulizni, elégedetten fognak részt venni az eseményeken. A fesztivál versenyére 65 bérfőzetű, 309 és 84 magánfőzetű 529 mintával nevezett. A szervezők az ünnepélyes eredményhirdetést a rendezvény nagy színpadán szeptember 18-án 5:30-tól tartják. A szakemberek szerint az idei tavaszi és nyár eleje időjárást a szezonális termések is megérezték. Az őstermelők elmondása alapján a fagykárok miatt ugyan kevesebb mennyiség és kisebb méretű gyümölcsök várhatók. Ennek ellenére jó ízvilágú, biotermesztésben is használatos alapanyagokkal kezelt gyümölcsöket lehet találni a piacokon. A helyi őstermelők a frissen leszedett gyümölcsöt aznap, legfeljebb másnap viszik a piacra árulni. Így az maximálisan tartalmazza a megfelelő vitaminokat és tápanyagot, amelyeknek jótékony hatása van az emésztőrendszerre. Én annyit tudok róla, mint termelő, hogy magas a B1, B2 és a C-vitamin tartalma. Az őstermelő a frissen leszedett magyar áru vásárlását ajánlja. Elmondása szerint az import termékeket az érés előtt több mint egy héttel szedik le. A munkájukat a gyümölcs érési folyamata is befolyásolja. A hűvös időjárás nem kímélte az idei gyümölcs szezont sem. Az idei tavasz nagyon különleges volt, nem csak márciusban, hanem áprilisban is nagyon sok talajmenti fagy volt, és fáznak a dinnyék. Ez rárakta a pecsétjét az egész szezonra, kevesebb és kisebb sárga dinnyék vannak és lesznek. A sárga dinnye mellett az eper is hasonlóképpen reagált az időjárásra. A termelők a nagy fagykárok ellenére szép terméssel büszkélkedhetnek. Povázsainé Kovács Kitti szerint a vásárlóknak nagyon fontos a garancia, mind az ízvilágot és minőséget illetően. Azért jobb a hazai gyümölcs, mert azt tudjuk, hogy miből van. Mivel van permetezve esetleg, még a görögepret leszedik és féléretten, és lekezelik valamivel, hogy mire ideér, addig teljesen eltartható legyen, sőt még utána is úgynevezett pultálló. Az őstermelő hozzátette, a magyar epret egyedül virágzásban permetezik, utána biotermesztésben használatos gombákkal kezelik. Ünnepi gála műsorral készül a Szarvasi Vízi Színház. Az évadnyitó gála június 12-én 20 óra 30 perckor veszi kezdetét. A műsorban több műfaj és stílus kap majd helyet.
Tavaly augusztus 19-én 14 kategóriában 14 díjazott vehette át elismerését a 8. Magyar Teátrum nyári fesztivál záróestjén Szarvason. Ezzel ért véget a 2019-es nyári évad. A Vízi Színházban pénteken nagyszabású gálaesttel nyitják meg a jubileumi 10. évadot. Seregi Zoltán művészeti vezető és Nagy Róbert színművész, az est szervezője közösen állította össze a műsor programját. Az az ötlet született, hogy akkor 10 különböző műfajú előadás legyen ezen a gálán, ami azt is jelzi egyébként, ami az elmúlt 10 évre jellemző, hogy mindenféle műfaj megjelent a Vízi Színház színpadán. A Szarvasi Vízi Színház repertoárján szereplő heti zenés verses estek ingyenesen látogathatóak egy hónapon keresztül, amíg a kormány nem enyhíti az előadásokra vonatkozó korlátozásokat. Az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt Köszönjük Magyarország pályázatra művészek jelentkezhettek. A kezdeményezés célja, hogy egy megelőlegezett munkadíjjal támogassa a munkanélkül maradt művészeket. Közülük kerültek ki a gálaest fellépői. Természetesen minden új intézkedést betartunk, amit a kormány előírt. Egyelőre úgy néz ki, hogy 200 főt engedhetünk be a Szarvasi Vízi Színházba. Ki is lett alakítva erre egy jegyrendszer. A székek úgy néznek ki, hogy minden néző között 3 szék helyét ki kell hagyni. A szervezők júliustól tervezik a nagyobb előadásokat, bízva a korlátozások enyhítésében. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!